Üdvözöllek titeket az első Q&A videóban, ahol kérdéseket tettetek fel, és mi azt megválaszoltuk. A videó eredetileg 2 órás lett, ezt próbáltam minél inkább rövidebbre csinálni, ugye a standard videó hossz az általában 10-20 perc, ez a Q&A-ben az gyakran hosszabb, főleg hogyha minél több ember válaszolgat, annál hosszabb. Így 40 percesre sikerült, bocsi, hogyha ilyen hosszú, de hát sok kérdést tettetek fel, mi meg nagyon szerettük volna mindent megválaszolni. Mindemellett még 2 dolgot szeretnék kiemelni a videó kezdete előtt. Az egyik, hogy elnézést a hangminőségért. Néha elég halkan beszéltem, néha még motyogtam is, emiatt nehéz kijelenteni néha, hogy mit mondok, és túl sokat mondom azt, hogy néha, jelenleg. Próbáltam mindent megtenni szerkesztés során, hogy egy kicsit tisztább legyen, kicsit érthetőbb, de hát nem lehet mindent megtenni, nem lehet tökéletesre csinálni, illetve a többieknek is a hangminősége mikor milyen. Szóval ezért elnézést, remélhetőleg még így is érthető az, amit válaszolunk, vagy mondunk. A másik, ezt végül kivágtam, és nem került bele ebbe a 40 perces videóba, de létrehoztunk egy Steam grupot, egy ilyen Steam Community-s grupot, ami a videó alatti linkben megtalálható. Ott, hát így, miután nem nagyon szoktunk így visszajelölni ilyen friend requesteket, meg az ilyesmiket, így gondoltuk, hogy ez egy ilyen egyszerű módja a Steam-es friend requestes helyettesítésnek, hogyha van egy ilyen grup, amiben tudunk discussion-öket nyitni, ahol tudunk announcement-eket nyitni, ahol tudunk chatelni egymással esetleg, vagy illetve ugye láthatjátok, hogy ki mivel játszik, beszélgetettek egymással is, beszélgetettek esetleg velünk ott a grupba. Tehát ajánlom figyelmetekbe, illetve minden más link a videó alatti leírásban majd megtalálható, ami a videó során elhangzik, a Facebook, vagy egyéb linkek, YouTube, stb. Röviden ennyit szeretem volna a videó előtt, kezdődjön a válaszadás. Tehát akkor ezért 5 perc alatt felrakod a kérdés, válaszolsz, cső? Hát, van itt egy jó pár kérdés, amit kicsit tovább tart, mint 5 perc, de... Mi a helyzet? Megfontoltan, kérdésekre kell válaszolni. Jövő generáció sorsom múlik rajta. Az elejéről összefogtam, hogy 10 kérdést, amilyen ez a minden második ember feltett, és akkor innentől fogva nem fogok 50 ember kérdését bevágni. Hogy kiderül az igazi nevünk? Ne! De az a kérdés nem létezik. Az nincs, hogy mi a neved, vagy hogy honnan jött, de az lesz, hogy honnan jött a sor lesz. De az már majdnem egy leleplező. Az, igen. Egy Facebook nyugi. Azaz. Benéz typing. Nem, ezt kivágjuk, nem tudhatják a valós nevet. Na bocs, majd ilyen beblőrözöm. Tehát az első 4 kérdés, amit egyszerre teszem be mind a 4-et, mivel kezdened kéne sorát, az, hogy hány évesek vagyunk, hol lakunk, hol dolgozunk, per tanulunk, illetve van-e barátőtök? Hogy ez valahogy nagyon fontos csinál, kérdés. Az utolsó kérdést, azt ne! Azt ne, azt vágjuk ki! Az nem jó, mert csak Dani válaszolhat jól. Oké, akkor azt... Mi az, hogy jól? Mi? Hát ez így nézői szempontból ez csak nektek jó, mert akkor ti kapjátok az összeset. Az igen, persze, majd... Akik jönnének, érted? Nem világos. Most is újra a view listát. Amit? Hát aztán mi az nézők átlagolt listája. Biztos van egy-két lány, mármint aki lányként van bejelentkezve. Lehet már az is elég. Az már félig jó. Nem tudom, mi a baj a 14 éves kisfiú. Ja, hát semmi. Oké. So lesz. Akkor. Mik is voltak a kérdések? Ákos vagyok. Igen. Az hány éves vagy, hol laksz és mit dolgozol, pedalusz? Azek hány éves vagy? 23 vagyok. Hiszen... Én is néha elfelejtem. Most még ki kellett számolni. Pesten lakok, Csepelen. Általában, amúgy messzi földről érkeztem, Szabolcs megyéből. Jelenleg nem csinálok semmit. Munkát keresek. Azt hiszem ennyi nagyjából. Jó. Dani? Hát én Dani vagyok. Bármilyen meglepő. Jó, faszom ez a dolog. Ez közel volt. Én így most magamban mondogatom, hogy majd elrontsam. Az Óbudai Egyetemen tanulok mérnök informatikusnak. Hát nem tudom, milyen kérdések voltak, még barátnőm az van. Hol laksz? Egyből felfáll. Csak hogy tisztázzuk. Pesten lakok.
Hát én Benny vagyok, Benyámin, nem mondjuk Bence, tehát ez nagyon Benny fontos. A betűvel. És igenis, még avval, még lehetett akkor anyakönyvözni avval. Budapesten tanulok a BME-n, környezetmérnöknek, amúgy ennek folytán Pesten lakom, de amikor csak tehetem, hazajárok Nyíregyházára. 23 éves vagyok, és nincs barátnőm. Gyurgyász vagyok, 24 éves, a Műszaki Egyetemen tanulok villamosmérnökként, éppen végzős vagyok, és ha minden igaz, akkor mostantól a Szemilebnél fogok dolgozni. Budapesti vagyok, és itt születtem. És két hónapja tiszta. Szoba tiszta. És kokonyok idő. Csak fiúk jöhetnek szóba. On the clock. De az is csak 8 éves alatt. Jó, ez már sok volt. Itt valami baj vágni kell, mert nem lesz YouTube friendly. Igen, mert nem mondtad ki egyértelműen, hogy nincs barátnőd. Ja, nincs barátnőd. Szóval... Itt vagyunk mi? Pont párosan. Balázsnak sincs, neked sincs, Ilias, soha lesznek se, nekem se. Még ezt nem vállalom be. Nem kell ahhoz párosan lenni. De négyen mellett körbe tudunk csinálni egy kört, hárman nem biztos. Oké. Okay. Balázs vagyok. Leginkább már Pesten lakok, szóval itt töltöm az évnek a több mint háromnegyedét. Néha napja megyek az a Nyíregyre, így ünnepekre, meg ilyesmi. Még nem tudom hány évig fogok BME-n lenni. Ameddig kell. Ameddig kell. Jó munkához idő kell. Nem küldenek. Ki kell maxolni, ami ingyen van. Már fizetünk. Ja, azt de... is. Diákkal minden olcsó. És a... Jelenleg a Telekomnál dolgozok egy hete kb. És egy pár nap múlva leszek amúgy 24. Nincs párt, nem. 23 szóval igazából. Még 23 vagyok, igen. Azért az a három napra. Ja, úgyhogy ennek a kérdéskörnek végén leszögeznénk, hogy reméljük azért kérdeztétek, hogy van a barátunk, mert tudtok ajánlani jó csajokat. Ingyen, mert hogy a fizetésükről mi is tudunk. Ez nagyon gyakran előjövő kérdés az, hogy fogtok-e játszani a Jégóval, PUBG-vel, BF-el, tököm tudja mivel, stb. Tehát minden játék. Fortnite! Létező játék. Azt nem kérdezték! Azt nem kérdezték amúgy. Főleg azért, mert te egyfolytában játszol, tehát így nincs rá igény. Ja, Fortnite-tal fogtok játszani? Köszönjük a kérdést, Dani, nem. Hát az igazából nem lehet játszani. A barátaim azt mondták, hogy ez egy nagyon jó játék, és ingyen van. Hát az ilyenek például, mint a Chego, azt nem hiszem, hogy fogok játszani. Nem, mert az életben biztos nem. Igen. Azon kívül szerintem az összes többi játék, mert csak a Chego az, amire biztosan tudjuk mondani, hogy a hozzánk vágják, se játszunk vele. Szerintem. De az összes többi, hát az... Igazából az úgy működik jelenleg, hogy a YouTube összejön valamennyi összeg, az pedig játékokat veszünk belőle, az éppen ami olcsóbb van, vagy valami, azt veszük meg. Tehát így, meg ami szimpatikus ránézése. Most megnéltük ugye a Rising Storm Killing Floor várost, meg előtt a Ultimate Chicken-t, vagy az... Igen, az volt előtt. Igen, tehát ezeket vettük meg, ami éppen jön. Tehát most, hogyha a PUBG hirtelen 5 euróért van, akkor... Persze, főleg mert mondjuk még szar is, tehát hogyha mondjuk egy olyan játék, ami mondjuk nagyon jó, mert nagyon király, de még kiábbi Early Access kategória, ami manapság igen nagy számban van, akkor tényleg nagyon olcsón kell adni, hogy megvegyük, tehát... Ha belefiraton kerüljük az Early Access-es dolgokat. Tehát, hogy azért olcsó is legyen, vagy kurva jó legyen, és ne Early Access ahhoz, hogy megvegyük, tehát hogy azért... Nagyon népszerű kérdés az, hogy mikor lesz GTA. Ó, tegnap volt, úgyhogy soha lemaradt. Egy millió feliratkozónál. Hát ugye, mivel én próbálok demokratikus szavazásokat tartani, én azt mondom, hogyha mondjuk Balázsra megállítom ki, még valaki jön, akkor mondjuk úgy én benne lennék, nem full túl rendszeresen, de ugye Ilias is, meg Sulesz is rendszeresen leszavazza. Én megyek már szívesen. 5 percnél tovább gondolkozok rajta, akkor én sem veszem vagy... komolyan. De Dani, meg... Dani, de most nem vagy mérvadó, mert én most hogy tudom, februárban. Na. Február 9 után. Jó, februárban felveszünk majd egy adagot. Talán. Azt a heist. Jó, Ilias, neked nem muszáj jönni. Igen, 4 emberes a heist.
És lesz úgyis jön mindenre. Írjátok a közelszületésnapodra egy ilyen, elviszük a fodrászhoz, és ilyen emóssá teszünk téged. Kb. Úgy állsz hozzád érte. Minden rossz, csak akarok halni. Kállás, hogy csak manapság nem gyártanak semmi jó játékot. Hát, de gyártanak, csak még készül. Na, Early Access. Türelmesek vagyunk. Egy, van, akinek megszavazzuk a bizonyos. Fájt most tanni a saját játékodra gondolt? Igen! Szólja, mint ki a Steamen. Jó. Early Access-be. Neked csak majd akkor szól. Egy feliratkozó kap 3% kedvezmény. 3%? Adok early access-ben mikrotranszakciókkal. DLC, a játék DLC. Nem fut, csak beléphetsz, egyből beírhatod a bankszámla számodat. És az első nap lesz benne, az összes pénzt. És az első nap lesz benne Battle Royale. Meg zombi mód. Az is. Még az is el szokott fordulni, hogy mikor lesz valami más, tehát nem a GTA, hanem más játékból videó, ami eddig volt. És mit tudom én, mikor lesz Arma, mikor lesz... Tököm sem. Ja, Human Fall Flat is volt. És közben mikor belerugok lesz a videókártyámba. Nem kell kinagyni az asztalon. A lábamnál van. Na, tudod csak én. Aztán hogy rúgnék bele? Tedd a gép. Tököm tudja, hogy gyűlsz. Hát erre én csak annyit tudok gondolni, hogy igazából egy, megint csak az, hogy demokratikusan éppen milyen játékot döntünk el. Kettő, hogy én meddig tart nekem megszerkeszteni, szóval most is van ugye felvéve Rising Storm, Killing Floor, ja, kb. Ez a kettő, szóval. Ja, azt hát, hogy be akartok látni a kulisszák mögé srácok, akkor igazából öten csinálják a contentet, de Balázs dolgozik az egésszel, úgyhogy ilyen anyaga van és amivel dolgozik, abból lesz. Ja, szóval pár év múlva igazából le kéne lépnem a pénzzel. Ja. Addigra összejön egy vonatjegynyi. Húzom egy. Néhány napja megkérdezték ez a... Ki inspirált engem, hogy ezt így csináljam? Ez a... Hát szerintem mi magunkról is szerettünk játszani, úgyhogy ez nem volt probléma. Ja, játék mindig megvolt. A videószerkesztő programot azt középsőjűben azzal kezdődötte, hogy a három info csoport volt, és a miénkben senki nem tervez érettségezni infóból, vagy ilyesmi. Ezért meg a tanárunk az így egy kicsit érdekesebb fazon volt, és akkor innentől fogva egy random programokat, meg ilyeneket próbáltunk ki. Ott volt például az egyik ilyen képszerkesztő program, és ott kezdtem el ezzel szórakozni, meg a Camtasia Studio, hogy mi az Isten, ilyen videószerkesztő, de ilyen ingyenes valami cucc. Csak onnan így, akkor még World of Tanks osztam haverra, azt szerkesztettem meg, néha napján abból van a Bolondok a csatatéren videó. Aztán így az Insurgency-t, amikor elkezdtük, akkor azzal kezdtem el ugyanezt csinálni. Az már nem tudom, hogy kezdődött az Insurgency-zés. Azt tudom, hogy Humble-t megvettük, de hogy az egy dollárért benne volt 4 példány Insurgency, úgyhogy... Látjátok, minket ilyen délen lehet meggyőzni, hogy egy játékot próbáljunk ki. 1 dollár és 4 példány. Ja. Annyiért még a kibaszott csécse próbálnám ki. Na, hozzáadnám a Steam listához. Azt lehet én is. Hallod, még mindig van 2 Insurgency példányom a Humble-on. Azt kisorsolhatjuk a nézők között. Milyen nagy lekek vagyunk. De megosztó. Részt vesz a sorsolásra. Hát figyelj, hogy végül is... Pénzért adják, nincs ingyen. Igen, pénzért adják, tehát igazából ez egy egész. Ja, az volt olyan, hogy nem volt, úgyhogy... Csak azt az 1 dollárja 4 példányos részt majd vág ki. Mi? Hát az a számből bandol össze, nem lesz, hogy csomoroljon még egy. Ja, nem baj, csak hogy értékeljük jobban. Ja. Itt van egy ilyen kérdés, hogy ez a milyen gépeink vannak, tehát mik a leírások az izének, de ezt ahelyett, hogy végigmondanám mindannyian, egyszerűbb lesz, hogyha majd később izét nekem leírjátok, azt mondom, hogy bevágom a képkezetére. Atomerőmű! Akkárom! Zsírúj! Ja, még az utolsó ilyen általánosabb kérdés, tehát ahol nem mondok ilyen nevet, vagy ilyesmi, az, hogy lesz-e közös játék. És... Mi közösen játszunk? Hát én azt mondom, mert Dani most kiesett a mint rekrutáló szerepből, hogy... Hát, jó, ez most egy elég erős kijelentés, mert egyszer 5000-en fognak bejelölni, de mondjuk már eddig Rainbow-ban volt rá példa, hogy egyesével többen is bejelöltetek, és akkor azokat én
vissza is jelöltem, és voltak olyan esték, tehát ez biztosan állíthatom, amikor igen, valamelyik őtök velünk játszott. Még hocban is volt egy-két ilyen alkalom, bár azok szerencsétlenebbek voltak, mert azok főleg, az emberek sajnos. Főleg, amikor streameltem. Tehát, ugye. Igen, igen, főleg az internetjük nem stabil. De tehát igen, hogyha úgy érzitek, hogy mondjuk van elég áram otthon, meg mondjuk tudom én, nem néznek a szomszédban még hogy legalább nem kapcsolja le a netet. Igen, akkor egy ilyen, és egy stabil háttérnek köszönhetően. Ezen kívül, ugye ezek vannak ezek a, de ez az a fajta játékok, ahol mint 5v5 vagy ilyesmi jellegűek. De ezen kívül még a mi közös játék opció lehet, az ugye valami szerveren valami nagyobb, vagy valami. A GTA. A mai napig rendszeresen, amikor belépek menni két kört a háztöm körül a kis autómmal, azonnal rám zsoinol valaki, hogy agyonlőjön, vagy hasonlók. Én még jó, hogy van vagy 50 haverom. Ja. Lehet ez, igen, ez az opció, hogy GTA-ban mondjuk ott csak ugye free roam. Vagy hát ilyen random autó versenye. Ja persze, GTA-ban is lehet osztolni ilyen 5000 emberes részt, meg ilyen szarokat, hát. Hát igen, az mondjuk, hogy azon kívül igen, meg ami szerver lehet összehozni, az Arma. Csak az Arma vagy a Game Mode lehet, ez a kettővel tudok szerver. Viszont ott egy az... kérdéses, hogy mennyit bír a gépem. A neten van elég a kapcsolat fenntartásához, de nem tudom, hogy mennyire terheli le a, mit tudom, 30 ember mondjuk a gépemet, hogy még mondjuk fel is veszek esetleg, vagy meg az egyéb dolgok, tehát így. Mit akarták kimondani? Mit csodált? Rasztozhatnánk! Ja! Egy a saját seregünk lenne! Adom, saját szerver! Isten! Rámegyünk a szerverhez, de 30 ember rácsatlakozik és elfoglaljuk. Ja. Mindenki megy egy kővel, szétbasszunk egy épületet. Most mindenki már lehet dobálni a követ. Mi építünk egy kibasszott gyerőzet és körben még egy pucér emberek körködnek. Hallod, ha lehet? Akkor ráugranak és szétverik. Hallod, mindenki gyűjt köveket és tényleg felállunk ilyen sorokba, mint egy ilyen ködobálóztak és akkor hajjét és mindenki egyszer a köveket. De nem csak ott szépen építkezünk, oda jönnek valami faszok AK-val, meg rakétát, hogy na akkor adjátok be magatokat, és akkor nézzetek házatok meg, és 50 pucair ember így... A magyarok köveitől mentjük. Ezek voltak az általános kérdések, és most jönnek azok, amik ilyen név tartozik. Ezt így, miután elég sok idő, vagy elég részletesen megválasztottuk az előzőket, így ilyen egyszerűbb kérdések jönnek nagy rész. Basrox kérdezi, mi a kedvenc színetek? Nekem mikor, hogy? Éppen mit szívsz? Sokszor a kék, de van amikor a piros. De amúgy bármi. Bármi egyszerűen. Ha csak a GTA-s autóimat nézzük, bármi. Ja, ez is igaz. Hát nem nagyon van kedvenc. Szürke, fekete, rózsaszín. A rózsaszín, oké. Okay, a rózsaszín. Hot pink. Hot pink, igen. Hát citromsárga, egyetlen a sárga, de amúgy ez az inkább ilyen aranysárga, tehát. Még az RGB színkódját is tudom. Olyan színűre festettem a szobámat Pesten. Wow. Nekem a kék, elég egyértelműen. Igen, az is. Nekem nagy, általában a zöld, de néha narancssárgát is szoktam választani. Csirke 55 kérdezi. Egyszer meg fogod mutatni az arcod, és szerinted milyen a két a Doomsday? Ezt akkor soha lesz válasz, hogy először légy szíves. Sorra megyünk fentről le. Hát az arcomat azt nem hiszem, hogy meg fogom mutatni, hogy összinte legyek. És a GTA Doomsday az nagyon, nagyon tetszik, csak ne kéne hozzá tetszik. A faszom, hogy do you want to change the color scheme? Összerontott itt az egészet, és azt már tökre beleérte magát. Most kezdted te belőről. Hát akkor... De, Dali. Hát nem hiszem, hogy facecam lesz, és nem volt szerencsém a Doomsdayhez. Úgy érzem, a profilképed elég. Értitek meg facecam? Igen, jó. Jó, nekem ez nagyon tetszett, hogy a biztosítja. Mármint a Discordos profilképem? Aha. Ja, igen, igen, az. Nyugodtan megmutathatom. Bár az majd így ilyen lassul, egy nagyba, hogy egyre növekszik a kép. Így közelítsen. Vagy a realizáció bejött, hogy mi is ez. Oké, Benny. Hát, hogyha mindenképpen lenne, akkor rajtam biztos nem múlna, de hát... A te arcodban állna a videó. Ah, igen, tehát hogy akkor vagy úgy, tehát hogy akkor mindenképpen vállalja, és én mutatom meg.
én vagyok az arc. Mármint mindenki azt mondja, oké, és megmutatjuk a te arcodat? Aha. Én azt mondtam, hogy mutassuk. Ajaj, nem gondoltam, hogy egy kicsit fog menni. Húzzuk el a falat. A helyzetben amúgy, meg, amúgy van egy kis bizodalmam, hát ha az tud megint valami újat. Igaz, hogy itt van a OP meghekelt fos lézer, ami megöl mindent, de a helyzet szállt valami új elvezetet nyújtani, azt most bízok. Hát ha lesz face reveal, akkor én simán benne vagyok. A GTA DLC-kkel meg már egy ideje nincsen tapasztalatom. Se a Doom's DL, se ami előtte volt az, amíg nem játszottam. Már a játékkulcsát is eladtad. Még megvan. A lakás de 50 gigával nagyobb lett a tárhely a D-meghajtón. Tudok, hogy azt hiszem 70 gigás játék. Volt én odáig nem jutottam, hogy annyi DLC-t letöltsön. Csak a pornó törölte le, nem a GTA. Igen, pontosan. Csak én úgy is elgondolt, ez ilyen bújtatott. Egész az mutogatása úgy vagyok, hogy ilyen tervben nincsen. Max, hogyha ilyen is még van, hogy YouTube pénzbe elmegyünk lövészetre, vagy élszót, nekem tudja valami ilyesmire, azt mondjuk lehetne vagy vlogolni. Ez elég cringy lenne. Nem úgy kell, hogy... Nem tudom, Dani, jártál-e a YouTube-on, de nagyjából a content 90%-ig. Elmehetnénk egy erdőbe, hát valakiben felakaszol magát, és akkor... Hogy valamelyikünk felakaszol magát. Igen, az úgy egyszerűbb. Egy erdőben. Persze, nyilván. A többiben pont arra járnak véletlenül. Kempingezni. Doomsday, amúgy tényleg egész csak, amit Benny mondott, hogy hát Heist az menő, tehát az jó lenne kipróbálni, az összes többi tud meg, hát ez a menő, de töknek sincs rá izé 50 milliója, szóval a többi az feleslegesnek tartom. Úgyhogy most becsúszhat így a Patreon link alul? Rüpi felkiáltó jellel a végén, kérdezi. De akkor kiáltsad. Rüpi! Kérdezi. Honnan jött, és hát így a nevemet kérdezted, akkor honnan jöttek ezek a betenek, amik mondjuk Discordon látszanak? Az Aerox az honnan jött, hogy mikor régen Diablo 2-ztem, akkor nem tudtam a karakteremnek milyen nevet kitalálni, ezért a tesóm adta neki ezt a nevet a karakteremnek, hogy Aerox. De, ha az én tesóm csinálta volna így, akkor jönnek az benne, hogy Rizsa. De nekem úgy csinálta, hogy volt. Nem árulom el a titkos, úristen, nem árulom. A szídet. Igen. Gergő, tőlem is megkérdeztem, mi legyen az Amazonjának a leve Diablo-ban, azt neki én azt adtam, hogy Rizsa. Hát én nem mondanám, hogy rók, te show miket adnak. Nekem az első Undead Mage-em neve volt. Hiderox is azóta. Azóta melyik évben járunk? 1812. Hát amióta a WoW létezik. 2006? Talán. 4? Mikor jön a WoW? Mi? De nem ez amiből az a kezdet. Először még izé volt Dani Törp. Az volt a legelső, de a más, az még ott volt Vanilla időszakban. Hiderox. Hát, mindenkinek ajánlom figyelmében a nagy sikerű filmet, a Chip katonákat. Onnan tettem magamével majdnem az összes nevet. Itt ugye a Nitrobi, aztán a GTA-ben a radarzavar, aztán a chip lecsapot is használtam már, hogyha már az előző kettő is foglalt valami okból. Chip lecsap szolgálatra jelentkezik! Jelentést kérek! Francsírmester lövész! Tuti teli találat, uram! Ödv a fedélzeten! Nitrobi! Kirobbantó formában! Apád velem szolgál! Jó ember volt! Páncélokos tüzérség! Elsöprő tűzerő, uram! Tartsa az ellenségnek! Radarzavar híradós! Várom a hadüzenetet, uram! Egyen dupla adagot, Gírnyó! Rontóbontó, titkos felbújtó, borotva élesen, uram! Hadd lássam a fegyverét! Kisúrtak veled, ennek lőttek! Hát Ilias így az Odysseus és az Atlas. Hát az, mivel Ilias a valódi nevem, így mindig a görög mitológiából választottam valami nevet, és hát ezek közül az Odysseus a kedvencem, mivel a története is elég király. Hát csak mivel ugye ezek a nevek általában sokszor foglaltak, emiatt kell hát variációt felhozni. Az Atlasz. Bedobni számokat, de mondom, mivel túlságosan ragaszkodom ezekhez, ezért meg bevállalom számkombinációval is a végén. Én amikor WoW-oztunk 2008-ba, akkor haver mutatta be az egészet az egyik törszeron. Úgy random kitaláltuk a Tauren Hunternek a Skudert.
és később csináltam egy Tauren druidot, akinek csak szimplán annyit csináltam, hogy megtükröztem a nevet. Csak olyat a thread, és az végül az annyira tetszett, hogy ezt mindenhol használtam kb. Tehát thread és valami volt az újabb karakterek neve. A Bobek az pedig középsőliből jött, hogy apám mindig középsője, meg közben annak becézgetett, mert egy lusta nyúl. Ezt így elmondta a középsőben az ilyen első napokban, ugye bemutatkozáskor voltak ezek. És hát így a Balázs azt ugye nem jegyzik meg az ember, vagy 30 másik nevet kell megjegyezni egy nap alatt. Na Bobek hát azt úgy valahogy könnyen sikerül megjegyezni, szóval az úgy rám ragadta a középsőiba. Viktors Hulteti. Hogyan ismerheted meg a barátaid, hogy így honnan ismerjük egymást? És hol ez Dani meg Dani T. Hol ezt te honnan ismerted meg a barátaidat? Már most ránk ne gondolj! Hát amúgy elárulom a nagy titkot. Benni a kulcsból. Én igen, amúgy így nagyon jól fel tudom építeni, már bocsánat, hogyha magadra akkor a szót. Tehát Balást már kb. Óvoda óta, aztán Danit általános iskola, Solesz gimnázium, Ilias pedig egyetem. Tehát, hogy ez így egy kiváló rendszer. Bevonzottuk egymást a körbe. Pontosan. Máté Rúzsás kérdezi, hogy ha a nap süt, a hold főz? Hát, ha Solesz kérdezed, akkor biztos vagyok benne, hogy a válasz egy igen. Nem, maga biztos talán. Máté MC 126 Hun kérdezi, mikor lesz esély vele találkozni? Hát, gondolkoztunk a play-iteken, hogy arra kinézzünk, vagy valami, nem? Végülis amúgy érdekes. Júniusban lesz Pesten, hát, hogy megmondom, hogy én mondjuk napközben a 40-49-es villamosra szoktam járni az egyetemre, úgyhogy mákatok. És ugye még mindig nem tudják, hogy hogy nézel ki, úgyhogy nem, de... már ilyen 23 év körül leszólítottak, akkor van egy a 250, vagy mennyien utaznak. Próbálkozzatok! Én csak ezt tudom mondani. Bence Szabados kérdezi, hogy hogy telt az életek? Hát... mint a többi. Ez szomorú, de oké. A videlére kurva jött. Meg! Az, hogy mint a többi, az nem azt jelenti, hogy rosszul telt. Vagy hogy jól telt. Igen, semmi különös. Voltak fullámvölgyek, voltak csúcsok. Sándor's Channels. Van a végén egy apostrofes. Okay. Kérdezi, mikor elkezdtétek, akkor milyen sikerre számítottatok? Ez az a feltételezése, hogy számítottunk egy valamira jutottak. Én a sorrendet felrúgva, én úgy magamnak, vagy hát úgy közösen kitűztem nagyjából az 1000 szab célt. 1000 ember az már egy tök jó szám, és azzal úgy teljesen be tudnám érni, hogy van ennyi. Hát én ugyanígy voltam 100-al. Ja, én nem így, miután realizáltam, hogy pénzt ad lehet nyerni a YouTube-ban, én úgy gondoltam, hogy mondjuk havi szinten egy sör árát ki tudjuk termelni, de annál nem fogunk, tehát hogy havonta egy sör mondjuk, de... Igen, meg nagy álmom volt, hogy egy sört tudjunk venni, abból egy YouTube pénz. És azóta már legalább két sört vettünk. Így van. Lófasz kezdte. A harmadikra. Kezdtétek 2000 forintos viszkivel, tehát... Jó, hát mert aztán kiderült, hogy ebből több lett, mint több szabunk lett, mint az a 100. Most elárulod, hogy miért nincs még PUBG. Nem, én azért azt nem egy hónap alatt termeltük ki ezt a viszkit. Az volt egy fél év. Az volt az első, igen. De az volt az első, és nem tudtuk, hogy lesz még. Hát az Insurgency, az több, mint egy év. Első pénzből bevarugtunk, hát ennyi. Jó magyar módjára. Ezt mindenki így csinálja. Bence Pepe, Lucky Vesző, Gergő Vesző, Pova, Fan kérdi. Mi a kedvenc játékod? Pokémon. Az Pokémon. Összes. Az összes. Meg az Ace Combat. Oké. Okay. Dani? Az összes. A GTA 5. Please leave the room now. Pedig én Fortnite-ra számítom. Dehogy is, az örök kedvencem a Warcraft 3. A saját játékod. A World of Warcraft. És hát most leginkább a Fortnite-ot szeretem. Hát minden, ami stratégia, hogyha... Hát az annó sorozatok, hát ez a legutóbbi, ez igen, ez fos, de az annó 1404 lenne az igazi kedvencem, hogyha szegény sérült memory leak is, de azt hiszem arra tudom mondani, őszintén. Én is nagy RTS fan vagyok, nekem a kedvencem, hát nagyjából az összes Command & Conquer,
de elsősorban a Tiberian Wars 3, illetve én nagyon szeretem a Mass Effect trilógiát. A Mass Effect-et azt én is imádtam. Nagyon jó játék volt, kár, hogy a második részvel kezdtem Istan, de majd gondoltam az egy az túl régi. Azok kívül meg így, én így a realisztik shootereket szeretem gyerekként is. A Amerikáz Almival toltam, szóval. De így azon belül... tudja mondani, hogy a seregben voltál, hát szolgáltál a seregben. Jaj, hát így 10 évesen az a legjobb. A Call of Duty United Offensive az az igazi menő. A kocsikkal, meg a Generals. Hát igen. What station you need, General? Nem kéne vennünk Tonynak is egy armát? Ha van rá zseton. Ha van rá zseton, ja. Kérlek, támogassátok Tonyt Patreonon. Ja. És akkor belinkeljük, hogy van az a támogató oldal, hogy ez a Buy me a beer, vagy valami ilyesmi, hogy egy sör árát ad már ide. De nem, Tonynak azt a linket fogjuk berakni, ahol a növi operáltatásról rá tudjuk. Már csak 200 forint kell. Na. És otthon el tudod végezni magadnak. Tudik. 200 forint egy üveg sör, amit félbetörök. Krisz, kérdezi, hogy mik azok a játékok, amiket nagyon várunk? Vagy amiket nagyon meg akarunk venni? Már ez most olyan szempontból, hogy mint így kollektíve, hogy mivel tudjunk még több, tudom én, együtt játszani és több videót csinálni címben? Általánosan, hogy mi az a játék, amit válsz, és mi az, amit, hogy a már meglévő játékok közül mi az, amit legszívesebben megvenném. Tehát én most az előző válaszomra építve a Nintendo Switch-re jövő Pokémon játékot várom a legjobban. De ha közelebbi táblatokban nézünk, jön az Ace Combat 7 is, úgyhogy... Hát jelenleg szerintem az új WoW kieget, GTA 6, az is ott van, majd évek múlva. Hát az még előbb a Red Bull jön ki. De egyébként most nem nagyon van olyan, amit úgy nagyon várnék. Lepjenek meg. Pedig? Hát egyértelműen az Anno 1800-at tudom mondani, de amúgy, hát ilyen szimulációs tycoon játékok vannak még itt a sorban. Ilyen vonatos, transportos történetek, amik, hogy just, tehát sok játékot várok. Az a lényeg, hogy jussanak át korai hozzáférésből rendesre, és utána is legyenek jók. Hát én most azon gondolkozom, hogy mi lenne egy reálisabb kívánság, hogy jöjjön vissza a régi klasszikus RTS-eknek a kora, vagy Chris Roberts fejezze már be a Star Citizen-t. Hát én nekem az szimpatikus az a Survive the Night, de megint csak az a... készüljön el, és ne early access, hogy valami legyen, azon kívül... Mondjuk a Star Citizen az számomra is menő lenne, de egyelőre még nem látom benne azt, hogy kire tudok repkedni, de valami legyen, valami endgame, meg mit tudom. GTA 81 kérdezi. Ismered Csikány Attilát, a Nógrád megyei gáztűzhely szerelőt, és ha igen, volt-e már nálatok? Én rákerestem erre már Google-ről. Rejtett reklámot hallottam. Legjobb a szakmájában. Nógrád megye, nézzük. Csikány Attila a netlogon. Nógrád megyei katasztrofa védelem. This video has been brought to you by Csikány Attila. Gergő Murbán kérdezi, hogy melyik a kedvenc második világháborús fegyveretek? Egy jó kérdés, amire nem válaszolom. Kenta úr. Az... jó, hát, végül is. Ez fegyver. Igen, elég is nincsen definiálva, hogy ilyen. A német kísérletek terméke. Félig náci, félig ló. Hát, jó, hát legyen az MG42, hát nem lehet más mondani, ez az a legelső kézen. Általában jobban preferálom a másik rekedről utáni korszakokat. Vagy a garand. Ha muszáj mondani, akkor az M1 garand a klasszikus pinggel. Igen, ja, hangja. Ja, az megyő. Én... a PPS-ával megyek. Jó kis izé. Davaj gitár. Get out of the house, there's a bomb!
sportkacsa kérdezi, ez egy hosszabb. Szia! Körülbelül 2000 feliratkozónál csatlakoztam azóta, számomra ti vagytok a legjobb, tartom, hogy jártok. A kérdésem az lenne, hogy honnan jött ez a kis katona hörcsög a képen, mert rohadt jó. Az a kis katona hörcsög az egy macska. Így. Tisztázzuk le. Tamás kérdezi, ilyen duplán volt a neve. Lehet nektek csinálni logót? Mert megnéztem sok videótokat, és így összejött nekem, hogy milyen logót csináljak. Válszad elő, és köszi. Bármilyen ilyen rajz, logó, fan, drawing, fanart, fanfiction, minden Jó kis erotikus fanfiction. Azért az a robot is van. Igen, más. Mi az, mit kíváncsi? Az a Facebook oldalon mehet. Ja, tényleg, amúgy rakjátok fel minden srácok. Amúgy igen, szívesség. Én is elkezdem nézni, és akkor legalább ott is tesz élet. Szóval a Facebook oldalon, ami a videó alatti leírásban ott van a link, vagy szimplán rákes az ember, hogy redből vagy. Kupak 15 kérdezi, általában mennyi idő felvenni, és aztán megvenni el egy videót? Hát felvenni az, amennyit játszunk, tehát egy este, az egy ilyen 2-3 órás felvételek. Utána ugye ezt végig kell nézni, úgyhogy közben vágdosom, és utána még ezt meg kell szerkeszteni. Szóval azért van egy felvétel után azért van még 6-10, vagy nem, 6-10 óra vágást, szerkesztés, szóval ja, van benne idő. Ezért nincsen sok, és ezért nem csinálom például ezeket az emberek felett a szöveg íródjon ki, mint a szovjet bombadós videókban, mert hogy az, hát nem hiába rakja ki ő is több havonta, 3-4 havonta a videókat, tehát. Tomik azt házkedi. Nem akartok egyszer egy GTA 5 baromkodásos videót a Control csapattal? Azt sem tudom, kik azok. Hát én sem nagyon. Az, lehet, is így vannak olyan. Amúgy tényleg nem tudtunk a Controlról, és pedig néha jöttek ezek a kommentek, hogy Control kapim, leszoktam magam. Mint ők már félszívből csináltak, milyen, egy ilyen kövér, meg egy szőrös, aztán vagy ez ugyanaz? Jó, ezt meg kell vágni ezt a videót, Balázs. Máshogy nem lehet. Sokáig fog tartani. Tehát így mi semmi közök nincs a Controllal, és így igazából nem nincs semmilyen tervünk, vagy ilyesmi, tehát így. Na, röviden ennyi. Nem utáljuk őket, de nem nincsen közük velük, és ennyi. Balázs, nagyon rosszul esik nekünk, amikor azt mondjátok, hogy Control Copy, főleg mivel mi hamarabb kezdtük intézni. Ez így igaz. Ezt most szerintem gondold újra úgy, hogy itt a ingyen reklám és a szponzoráció lehetőségének fénye. Szeretünk mindenkit. Hát, hogyha ők jelentkeznek, hogy játszanának velünk, akkor nem mondjuk azt, hogy húzatok a picsába. Amúgy nyitottak vagyunk mindenki fele. Laci Szabó kedé, beszélsz valamilyen idegen nyelven? Jó lesz? Én aha. Oké, Dani. És mi az, jó lesz? Hát főleg angolul. Ha nagyon kényszerítenek, akkor még talán még németül is tudok valami. Tényleg angolul? Német? Se. Zikhely. Beni? Angol-német. Én angol-német és arab. A magyar meg. Cheater. Megmedőzik. Kebab. Számomra is angol és hát középsőben volt egy kis német. Milan Gameplay kérdi, hogy lesz majd Thread Bobek termékek, pólók, sapka, stb. Hű, bazeg, most pedig úgy ez amúgy sokszor kérdezi. És hogy pólók, hogy valami. Én még korainak érzem egy kicsit. Én vasalok neked egy pólót. Ami nem tetszene semmi, csak hozz egy pólót és levasalja. Aztán ráérjük, hogy Thread Bobek póló is, amúgy ennyi. Hát ez már egyben dedikált pólót is lehet osztani. Hát hallod, hogy jönnek Playdre egy szürke pólóba, az tollal így. Ennyi. 5000 forint lesz. Do it yourself, Thread Bobek póló. Kiküldesz egy szürke pólót, meg egy filztól. Balázs Judák kérdezi. Szia, elvesztek a jövőben más stratégiai játékokról, mint például a CNC, Európa Universalis, Sid Meier's Civilization és a többi gameplay montás videót készíteni? Hát az annyiba zárnám le, hogy mi a Balázs azt mondja, hogy ez nem jó videó alapanyag, ezért azok nem kerülnek fel, de vésre. Három óra alatt nem nagyon történik. De mi úgy titokban egyébként szoktunk minden. Játszani játszunk, csak nem veszik fel, mert nincs meg content. Ezt ki kell emelnem. A Levi Mester
annyira jó, hogy átütsz a védekezésre, meg az úgy leszarodbat meg az egész játék fizikáját. Kérdezi, miért nincs mostanában Shivari vagy PD? Mert nem akarunk veled játszani. Kemény, de őszinte. Ja, ez a kérdés, ez érdekes számomra. Tóth Barnabás kérdezi, mi lett volna a neved, ha fiúnak születtél volna? Ez a kedvenc kérdés. Erre már láttam, igen. Nem tudom, lehet Balázs, de nem vagyok biztos benne. Nikolett Belicai kérdezi, van-e testvéred? Ja, testvérem az van. Egy testvérem van, egy idősebb testvérem. Fiulány? Ja, tényleg, azt mondom. Manapság ilyet már nem szabad kérdezni. Oh, kinek képzeled magad? Fiulány vagy támadógép? Terminátor. Oké, Dani? Nekem egy öcsém van. Nekem egy 6 évvel idősebb bátyám. Nekem nincs tesóm. Nekem egy 9 évvel idősebb második anyám van. Nővérem. Csak hogy ne legyen felé. Mi szoktatott, igen, csak hogy ne rondolják rossz. Nightbot kérdezi, Ilyász, zárója, bocs, ha rossz a nevét, amúgy jól írta. Tényleg arab? És hogy ismerted meg a többieket? Ilyász? Félig arab, csak mi szoktett anyukám be? Magyar, úgyhogy én már így szüket. Belemezéltük egy robbantást. A kampusz területén. Öngyilkos merényletre készültem, de nem aktiválódott a bomba, úgyhogy kénytelen voltam már összebarátkozni. Segítettünk neki megjavítani. Igen, kreáltunk egy alteregút, meg egy alibit, és eladtuk a sejtjének, hogy megszökött. Ja, amúgy tényleg is félig arab, tehát úgy robbantja fel magát, hogy közben az ostorlott van a kezében, meg a bajusz. Tehát... Hát, tudod, miért tovább menjünk gyorsan, hadd el a lényeges választ. Anyád magyar, apád arab, oké. Okay. Igen, itt születtem, magyar vagyok. Amikor akarom. Néha meg TikTok. Néha meg migráns. Az a legjobb abban, ha félvér vagy, mindig dönthetsz, hogy jöttem. Ukrinja legyek, hova akarsz tartozni. Nincs Monster kérdezi, hogy amúgy te fiú vagy lány vagy, please mutasd meg a vidében, please. De inkább nem mutatom meg. Cseles? Nem mondunk, most nem mondunk semmit, csak Balázs, cseles? Lógass be a payload. Na, röviden ennyi lettek volna a kérdések, hát ugye nem 5 perc, nem is 10 perc volt, szóval, ja, de röviden ennyi lett volna a kérdés. Ez jó volt. Ja, sok érdekes kérdés jött be, remélhetőleg nagyon sok embernek megválaszoltuk. Ha ez a videó 15 000 lájkot kap, csinálunk még egyet. Akkor felakasztjuk Ilyász. Akkor valakit felakasztjuk az erdőbe. Random választunk egyet a kommentelők között. Ha úgy érzitek, hogy arra a kérdésre, hogy mikor lesz GTA, nem kaptatok kielégítő választ, kérlek, kérdezzétek meg ennek a videónak a végén. Illetve nyugodtan kommenteljetek mindenféle videó alá, mert amúgy szeretem ezeket nézegetni, főleg amikor... Én is mindig elolvasom őket. Szóval köszönjük a figyelmet, és akkor... Köszi! Ja. Köszi. Ali! Sziasztok! Köszönjük!